Sziasztok, Király Gábor vagyok, kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánok az NSO TV nézőinek. Akárcsak tavaly, idén is a karácsony előtti napokban fejeződött be a szerbiai női kézilabda világbajnokság. A magyar válogatott játékosai biztosra mentek, volt, aki hónapokkal ezelőtt elintézte a sokszor már rohanást igénylő bevásárlást, néhányan csak egy pár apróságot szereztek be Újvidéken és Belgrádban. Tavaly is ugyanitt voltunk, volt ilyen, úgyhogy Empedokulva tavaly azt hiszem 20-án tudtunk hazamenni, 3 nap alatt kellett elintézni mindent, ez nem volt szerencsés, úgyhogy ebből okulva már november eleje felé már elkezdtem így nagyjából megvenni a dolgokat. A korábbi világklasszis kapus Pálinger Katalin már 2. éve mérkőzés és tornamentesen készül az ünnepekre, aktív játékosként egy-egy decemberi világverseny alkalmával már korábban beszerezte az ajándékokat, vagy a szünnapokat használta ki a vásárlásra. Otthon azonban volt valami, amit akkor sem hagyott ki, ha éppen Dániában kellett szerepelni a válogatottal. Minden évben egyébként, amikor játszottam, akkor is a mézes kalácssütés, itt a nagy családi körben ez az én feladatom, úgyhogy már alig várom, hogy azt hiszem, hogy most hétvégén fogom megsütni a mézes kalácsokat, hogy amikor terjeng a lakásban, a házban az illat, az nagyon-nagyon jó. Meg hát természetes, hogy mostantól nekünk nagyon megváltozik a karácsony, hiszen minden most már a kislányunk körül forog, most már 4,5 hónapos és kezdi felfedezni a világot, tehát biztos, hogy nagyon fog neki tetszeni a karácsonyfa. Főleg a karácsony közeletével hódít az internetes vásárlás, csak néhány kattintás és már minden ajándék a fa alatt van. A Ferencváros válogatott CSO-ja Vérten Orsolya is ennek a megoldásnak a legfőbb híve, a VB-n már szuvenírt sem vett. Valamit előre megvettem, hála Isten az internetes vásárlások meg lehet oldani gyorsan. Én leszek a karácsonyi ajándék körülbelül, de már azért nagyjából mindenkinek megvásároltam. A válogatott a tervek szerint csak hétfőn utazott volna haza a világbajnokságról, természetesen a legfényesebb éremmel, azonban a Brazília elleni kétszeri hosszabbításba torkoló negyeddöntőben 33-31-es vereséget szenvedett, így a 8. helyen végzett. Jövőre szebb karácsony terveznek a lányok, hiszen Horvátország és Magyarország közösen rendezi az Európa-bajnokságot, amelynek döntőit december 21-én rendezik Budapesten.